Európa legnagyobb falfreskójának részleteivel, azaz Szombathely történelmével ismerkednek a Bolyai Gimnázium 7. osztályosai. Az előadás után feladatot is kaptak a diákok, a képeket össze kellett párosítani az információkkal. Nagyon szeretem a történelmet, kedvenc témám a római téma, és emiatt is Szavária igazán közel áll az érdeklődési körömhöz. A falfreskót néztük meg Szavária történelmével, illetve a Szavária Múzeumban volt régészeti programunk. Az előző napokban a parkerdőben volt biológiai kvíz, és az arborétumban a viharkárokat tettük rendbe. Az iskola már hagyományosan az írásbeli érettségi vizsgák ideje alatt élménynapokat szervez az alsóbb évfolyamos diákoknak. A város számos intézményében és több helytörténeti értékét képviselő helyszínen ismerkedhettek a múlttal és az élet különböző területeivel. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy Szombathelyt még jobban megismertessük a diákokkal. Ugye a történelem órákon nyilván a helytörténetnek szerepe van, de amikor elmennek az egyes helyszínekre, az Ízeumba, Hadtörténeti Múzeumba, Székesegyházba vagy éppen ide a Vaszódvárba, akkor a saját szemükkel látják azt, és szakértők által hallhatják is a történetét. A gyaloggalop útvonalán a főteret járták végig, de fontos célpont volt például a Székesegyház is. Most itt a város legmagasabb pontján vagyunk, hogyha bárhonnan jöttök, a város felé látjátok a Székesegyháznak a tornyait. Itt megtudhatták azt is, hogy ez az ország egyik legnagyobb székesegyháza, méretei szerint a barokk templomok között a harmadik helyen áll.